Na szavaztok ugye srácok, ez itt a KTN Gaming, én pedig Costa vagyok. Folytatjuk a Layers of Fear-t, köszönöm szépen, így azonnal. Most ugye legutóbb kiderült, hogy nem mi vagyunk az egyetlen élő lények ebbe a házba. És most nem feltétlenül az a patkányokra gondolok. Nagyon jó. Nagyon-nagyon jó, gyerek síres. Jól van, megyünk. Akkor igen, erre. De láttuk azt a... De én nem tudom elmondani. Láttuk azt a furcsa lényt. Én szerintem ez az asszony lesz. És hát nem volt túl pozitív a találkozásunk. Én most nem arra megyek. Hát akkor de. Szerintem ez így folyamatosan körbe-körbe megyünk. Nem megyek erre. Szuper, akkor itt be tudunk jönni, és akkor remélem nem ugyanoda jutunk. De, akkor nem erre, akkor itt meg kell oldani, érdekes, jó pofa ez a puzzle rejtvény. A negyedik darabkát keressük már a festményünkhöz. Mondhatni, a játék felénél tartunk. Ami előre vetíti, hogy nem egy hosszú game. Na várjál, ez megint csak ugyanúgy puzzle. Jó, még egy picit megyek. Igen, ez puzzle. Akkor forduljunk vissza és menjünk el erre. Na. Ez most ez az irány. Ez mennyire jó nekünk? Hogyha így megyünk esetleg. Igen, most visszafelé. Na, itt valami ügyeskedés lesz. Jó, itt jön a baba. Biztos, hogy itt kell mennünk tovább. Az majdnem fixnek gondolom. Ott az ott olyan, ez így érdekes, olyan piros. Igen, ez új. Ez még inkább. Fú. Na, az ott mi? Ne, te mi vagy? Ez nem az asszony, ez biztos, nem így nézett ki. Nem tudok mozogni. Csak ennyit. Hátráljunk. Nagyon jó. Szeretek a sötétbe lenni, annyira pozitív. Megnyugtató. Itt nyissunk. Várjál, ez az a szoba, ahol az előző rész végén voltak azok a furcsa látomások, azt hiszem. De legalábbis ott is volt egy ugyanilyen kis, hát igen, kis házikó, kis játék. Kapcsoljunk villanyt, az fontos. Ez a rengeteg baba. Még az asszony tényleg nagyon sok babát vett. Mint kiderült egy feljegyzésből, eléggé leóroltuk miatta, de hogyha ennyi baba van tényleg a házba, valahol lehet, hogy jogos. Alakulnak át a dolgok. Az ott miért világlik? Mi vagy? I had the most beautiful dream last night. I dreamt he came to me, embraced me, loved me, as he once did. Az nagyon jól hangzik. We both know that while I dreamed my silly little dream, it was you he really lusted for. Ide is? Erre az illatra?
Vagy egy más személyre gondol. Kérdéses. Ne! Már! De durva. Ének tényleg az Observer-be voltak. Még ahhoz képest, hogy milyen pici szépen rajzol. Most megzavartuk itt a művészetbe. Hová? Mi? Hol? Megyünk tovább, itt csak ennyi volt. Na most ennyitől már nem fogok beszarni. Nem is tudunk ide benyitni. De kedves, milyen muzsika. Nagyon aranyos. Megyünk. Nyugtató dallamok. Ez zárva. Ez mondjuk tök jól néz ki. Ez lenne a gyereknek a szobáid, és be tudtunk jönni. Még ugye játék elején, csak egy kicsit máshogy volt az egész környezet akkor. Kíváncsi lennék, hogy ugyanazok a dolgok vannak-e itt bent. Itt azt hiszem rengeteg, igen, ugyanazok vannak. Viszont itt fel tudunk valamit venni. Ez mi? Ja, ez ilyen játékhoz indító kulcs, várjál? Akkor kéne keresni valami olyasmit, itt tudunk nézni. Azt hiszem ugyanez a rajz volt, hogy egy kicsit... Nem, várjál, azt hiszem ez nem volt ott. Jó lenne emlékezni, de mintha ilyen dolog nem lett volna az első részben, amikor néztük ezt a képet. Ez minden bizonnyal tekerhető. Kicsit nehezen ugyan. Ez a max. Nem nyílt ki. Ez van. Igen, ide kellett ez. Ez nekem nem, ez nagyon nem szimpatikus. Mi miért forgunk ezzel a szarral? Nagyon jó, elég lesz. Ugye lesz valami bal oldalt, figyeljétek. Jó, ez már kicsit betegebb, nagyon szuper. Ezt ne. De most konkrétan semmit nem tudunk csinálni, tehát... Az előző rajz jobb volt. Jön legyen kisbaba. Várjál. Szoba elsötétül. Muter jött régebben betakarni téged. De most sehol sincs. Nagyon beteg. Itt tudunk valamit? Várjál, ez mi? This was a special brush. Like a horsehair brush, but different. At that point, I hesitated. Will this really work? Fuck it. I was already halfway through, and besides, it's not like I can just put it all back and forget the whole thing. Ez lenne a negyedik darab. Úgy néz ki, igen. Nagyon jó. Még egy kicsit nehéznek tűnik vele festeni, de hát nem én vagyok a művész, hanem emberünk.
Jók ezek a kis versek. Jó. Itt valószínű ennyi volt. És hogyha... Várjál, ez... Te beteg. Itt nyitunk. Akkor gond van. Megint nem tudok mozogni. Kösz. Mutatja, hogy... De hogy tudnánk most komolyan menni balra meg jobbra? Jó, jobbra mondjuk ott, de balra meg... Na mindegy. És ez az ajtó már nyitva van, és visszaérünk ide. Oké, ez volt a negyedik darab. Nagyon jó. Viszont itt egy kicsit... Kicsit másképp volt, amikor legutoljára itt jártunk. Volt ennyi baba, főleg nem így. Na jó, nézzük akkor. Mi az, amit itt próbálunk lerajzolni? Aha, ez már alakulgat, nagyon is. Lehet, hogy csak egy portré lesz. Mi van oda nekünk írva? Elmentünk. És akkor itt van ugye ez a negyedik darab. Nagyon jó. Fú. Nem volt annyira vészes ezt megszerezni. Ezt néztük? Ja persze, persze ez már volt. Mondjuk... Ja nem. Ezt tudom mi lesz. Itt, itt gyűjtögetjük be azokat a dolgokat, feljegyzéseket, meg képeket, amiket megtanulunk a játékba. Uh-huh. Oké. Okay. Egy pár sajnos kimaradt. De itt tényleg próbálok mindent átnézni. Csak ugye volt egy-két alkalom, amikor mentünk volna egy folyosó felé, és akkor azonnal lezárta az utat, úgyhogy... Sajnos van olyan, hogy nem tudunk visszamenni. Na, várjál, ez most megint mi? Körbe-körbe, karikába? Nem vicces. Valami követ? Pillanat, itt van szőnyeg. Igen, ez most egy kicsit más. Jó, akkor menjünk. Most lett egy ajtó, ami zárva van. Hát úgy nem segít. Itt mik vannak? Ezt nem tudjuk kinyitni. Milyen jó pofa, ugye hát ettől. Akkor csak a felsőket. Ez az ajtó, ez is zárva. Ez is. Viszont szóval egyre inkább alakul át, pedig csak körbe-körbe megyünk. És egyre sötétebb van. Na, most ez így nem jó. Ez így nagyon-nagyon nem. Ott nyomjunk egy kis fényt. Ne! Az valakinek az árnyéka. Ja, a hintaszék. Hoppara. Körbe-körbe megyünk, valóban. Be. Ez, hogy eltűnt. Ne oltogasd le a lámpát. Vissza. A körte szétdurrant. Na most... De hát hallottam, hogy szétdurrant a körte, na mindegy. Ja, vagy csak ezek. Ó, itt nyitunk. És kinyitom mindenhol. És az érdekelne, hogyha itt benézünk, igen, akkor azt látjuk. Azt látjuk valóban, ami,
Az ajtó mögött van, vagy gondolnánk. Viszont kérdés, hogyha itt elindulunk. Igen, akkor így körbe-körbe fogunk menni. Az nem jó. Itt valami segítség. Mit ír ez? Könnyű felejteni. Meg be vagyunk rúgva. Mindenhol idő van. Emlékezz minden egyes hibára. Várjunk csak! Itt van egy ajtó. És rohadt sötét. Ez a szoborral már találkoztunk, ilyesmi volt már, azt hiszem. Dehogy, dehogy, nem oltunk le semmit. Az is marad. Mi ez a furcsa hangeffekt? 60 a kedvesünk. Ez nagyon jó. Hát talál. Ó, basszus. Na jó. Akkor csak csöndben, mert hát arra kell menni. Hát meg kipróbálom én, de szerintem mondjuk nem kéne feltétlen arra menni. Várjunk csak. Nem menjünk arra. Ne ijeszges patkány. Na jó, hogy nem kezdtem arra menni. Hát, hogy ki tudjuk kerülni. Pillanat, itt valami, itt van egy kulcs. Ez jól hangzik. Itt pedig bejegyzés. Nem semmi. Viszont a kulcsot megszereztük. Még egy passzik, ja, ide kell. Akkor így meg tudjuk kerülni a nőt. Ez biztos vagyok benne, hogy a feleségünk. Ez annyira evidens lenne. Követjük a patkányt. Betesz. Ilyen se volt még. Jó, patkánytól nem félünk. Hú, de rossz ilyen... klausztrofób. Na, Jöski, várjál! Ez ott mi? Egy csak fa darab? Jó, csak fa darab. Nem tudom, másnak láttam. Nem mozgott volna, de nem. Szerencsére. Miért nem veszünk föl mondjuk egy ilyen ecsetet? Az ott azért, úgy, hogyha nyakba szúrod, azért az úgy fájhat. Talán lenne valami fegyverünk. Jó, hát ez nem volt. Ez már kicsit rosszabb. Hátunk mögött mondjuk ugyanaz van. Ja, hogy itt meg kéne találni a megfelelő utat. Jó pofa. A gyerek szórakozik. Komolyan meg kell találni? Most könnyen lehet, hogy ez valami fejtörő lesz. Na nézzük akkor azt, hogy most ugye kutya, macska és patkány, és vannak ezek a számkombinációk. És ugye patkányt követünk, úgyhogy abból ítélve én inkább azt a számkombinációt találnám meg. Azt mondja, hogy hogyha így megyünk, akkor ez egy hatos az első elvileg. Itt így tekeredik, az egy 8-as. És hogyha így megyünk, akkor ez egy 7-es. Tehát 687 elvileg, hogyha ez bármilyen szempontból is érdekes.
A kutyát is megnézzük. A macskát azt hanyagolom, remélem nem az fog kelni. Kutyát abból a szempontból, hogy itt van egy kutya rajz is, ugye lehet, hogy az a fontos. Azt mondja, hogy ha így megyünk, mert már eléggé gírbe-gurba, ő hát ez akár mondjuk kettes is lehet, várjál? Nem, talán itt be kanyarodik, akkor visszamegy, nem, akkor nem úgy kell nézni. Akkor minden bizonnyal mondjuk 3. Igen, azt mondja, hogy ha mondjuk 5, nem vagyok teljesen biztos, mert igazán kanyarodik jobbra-balra, ne ez a 9, ez fix, ez 359. Nézzük, ez akkor mire kelhet vajon? Azt mondja, erre nem tudunk menni, az látszik. Igen. Csak sötét van, meg be van omolva minden. És akkor vissza kéne menni, hát csak az az egy ajtónk van ott. Vagy várjál, ezt tudtuk tolni még régesség, egy alkalommal. Nem, ezt nem lehet. Csak abból a szempontból se, hogy ugye itt vannak mindenféle dobozkák. Az ajtó? Ajtó az zárva. És ez mi? Ó! Nézzük csak, ez... aha! Na de most jó, és most melyik kell? Most a kutya, próbáljuk a patkányt. Az volt a 687-es. Ez nem nyitja. Oké, akkor a kutyát kellett megtalálni. Az 359 volt. Nem. Ajaj. Na most gond van. 259. Jó. Vetesz ki. És most tudunk nyitni. Az jó pofa volt. A kis fejtörő. Ez viszont kevésbé jó pofa. Főleg, hogy arra megint nem tudunk menni. Nézzünk oda, csak így. Jó, megyünk. Mi az, ami... hallod? De furcsán fog... mi? Furcsán tudok most mozogni. Nem, ez nekem nem tetszik. Menjünk. Shift. Shift, ne zárd be, bazd meg! Shift, fuss! Jó, kösz, én is úgy gondoltam. De rossz volt. Nem tudtam konkrétan balra-jobbra mozogni, mint ahogy általában. Jó, nézzük itt mi van. Azt a durva levél, hát hogyha ezt a feleségünk írta, akkor igazán be van ránk pipulva. Mit? Mi az, amit csináltunk? Hát ez nagyon jó lenne, kiderülne. Janitom a játék vége felé fog, nyilván. De marhára érdekel, hogy mi az, ami ennyire szétválasztott minket. Sötét van szokásosan, na itt egy kis fény. Megint ez a ruhás szekrény, ezt nem tudom, hogy hányszor találjuk meg. Nagyon jó. Záródnak be az ajtók? Ó! Oh! Mi? Miért nem enged? Úgy, menjünk be. Bezáródik? Marad. Jó, akkor menjünk itt is. Rossz előérzeteim vannak. Jó, az is csak egy ilyen... nem gond. Árnyéktól, mert tényleg megijedek bármilyen.
jó, ilyen nagy szoba alig volt a játék. Ez miért ilyen furcsa színű? Mindegy. Ez ott folyamatosan változik. Fucking mutt won't shut up! Hey! I can do that too! Menj csak, ez egy kutya. See? But can you hát akkor az előző levél nem biztos, hogy ránk gondolt a feleségünk, hanem a kutyára. Egyikünk se tud már festeni. Szedjük ezt föl. Nem engedi, de... Ó, pedig azt hittem, hogy ez az ötödik darabka. Akkor nézzük ezt a festményt, amit váltakozik. Igen, csak nagyon. Ezt a képet is láttuk már. Na, most döntsd el, hogy mi van elő meg... Hallod? Nagyon jó, most mindenhol ezt látjuk. Szuper. Most vannak problémák. Mit kéne? Egyszer már volt ilyen. Ez a kérdésem, hogy hol ébredünk. Testménynél. Nem egy teljesen ismeretlen szobába. Viszont megint itt van ez a furcsa, amit mondtam, ez a váza. Csak abból a szempontból furcsa, hogy nagyon kipiroslik a környezetből. Jó, hát akkor itt nézegessük meg, hogy találunk-e valami feljegyzést. Itt van egy, oké, ezt mindjárt megnézzük, a legtetején meg semmi. Rendben van, akkor olvasunk. Itt nagyon sok információ van egy rövidke levélben. A lényege az, hogy a feleségünk felgyújtotta a klasszikus munkáinkat. Ugye a újabbakat már annyira nem viszik, már azok nem annyira jók. És az ügynökünk írt nekünk, hogy az újakba is hisz, meg hisz bennünk, hogy van tűz. Mi megírtuk a végre, hogy mi nem. Jó. Hát ez annyira nem pozitív, hogy a nő felgyújtott mindent. Valamivel nagyon kihúztuk a gyufát nála. Szó szerint, aztán ő meg olyan szinten húzta ki a gyufát, hogy felgyújtotta a dolgokat. Sötét van. Látom, hogy van egy ajtó. Ez mondjuk így kevéske. Ez micsoda? Ja, ez megint ez a kis felsike. Itt akkor ennyi volt, ez egy ilyen collectible-ös kis hely. Erre tudunk menni. Annyira sötét van, nem lehet valahol kapcsolni villanyt? Nem, nem enged. Ez erre volt, amire nem számítottam. Ki? Ez vér. Megéri ez az egész? Vagy megéri ez az összes minden? Ez mi mégis... Várja. Most ez volt, ami megmozdult? Jó, ez kezd szarlani nagyon. Megyünk. Ez a durva terület. És itt is benövi ilyen furcsaság a házat, vagy ezt a szobarészt. Ez mégis mi? Ilyet is láttunk ugye, amikor először találkoztunk azzal a ura lénnyel. Hey there, princess. What? Oh, this is daddy's medicine. Whenever daddy's hurting,
This helps the hurt go away. No, don't touch that. Ez az csak pillanatnyilag szünteti meg. I'm so. Nem ez az orvosság. I'm sorry. I'm sorry. Nem hiszem, hogy ez az ötödik darab. Nem is. Szóval ilyennel már találkoztunk, de... Miért ilyen ez a terület? Vagy ez mi? Inkább az Alien jut az eszembe, de hát kicsit az más. Megint ez a ruhás szekrény. Hatodszor nyitjuk ki körülbelül ebbe a játékba eddig. Azt hiszem, kifogjuk egy párszor. Itt tudunk. Ne! Ez mi? Ez most kampó? Beszivatott. De szár volt ez most. Megint teljesen itt nem tudunk. Teljesen máshol ébredünk. Találjuk már meg azt az ötödik darabot. Mi ez a fura hang? Hát ezt mire kinyitjuk, el fog telni egy darab idő. Mi van ide írva? Egy kis fájdalom. Hát sokáig tarthat. Kedves. Az én voltam? Ja, jó, oké. Na, de itt mit kéne? Ezt kell húzni. Mi van? Na most ugye nem az történik, amire gondolok. De ne ezt, akkor ne csináljuk. Nem lehet vajon mást? Ez vissza fog sülni, ez biztos, hogy nem jó. Valakit szivatunk ezzel. Már nem lehet többet. Aha, várjál, itt valami történt. Szar. Na most be vagyok fosva rendesen. Mi van itt? Meg fogja bosszulni magát ez. Érzem. Nagyon jó. Egy. Ilyen szobánk is volt már. Ne susmorogjál! Ebben van az ötödik. Ez mi van fejjel lefelé? Itt ennyi. Én szivat. Mi? Hol? De hol az ár? Mi? Itt van az árnyéka, de hol van? Kapcsoljunk meg én.
Már nem tudunk többet. Istennek. Akkor vissza. Aha. Én ez a lift. Több így. Na most felfele, vagy lefele? Akkor föl. Jó van. Még szépen felfele. Az azért mégis jobb. Itt is van ilyen furcsaság. Persze a lift elromlik. Biztos véletlen. Ne pislákolja, nem látunk semmit. Na, szívas! Állj már le ezzel a kapcsolgatással. Most én nem mozgok. Mégis hallunk valamit. Mi? Jó, kösz. Nem tudunk mászni. Ne! Nem tudok. Egyre jobban szivat a nő. És konkrétan már játszik velünk. Hát mondjuk. Itt kell. Nehogy erre felé. Nem volt jó ötlet. Rohadtul nem jó ötlet. Gyorsan oldjuk meg. Nem, nem. Megint elcsesztem. Na várjál, akkor ezt. Gyorsan, gyorsan, gyorsan rá fog esni a lift. Mi van? Soha nem a lift. Úgy látszik, hogy ezekben nincs semmi. Most valamilyen szinten annyira nem is érdekel. Mindegy, ezért nyitunk. Nincs, ott azt nem tudjuk nyitni. Oké, megyünk tovább. Itt van egy láda. Maradj távol, azt mondja. Maradj távol, bizony. Hickory dickory dock. The mouse ran up the clock. The clock struck one. Ismerősre esik el. Igen. Akkor nézzük itt. Semmi. Nincs feljegyzés. Itt van ellenben egy ajtó. Hát nem is tudom, melyik a jobb irány. Nézzük ezt itt. Ez micsoda? You know, even though you are my rival and the source of all my sorrows, you're also the only one I can still talk to. Ja, the szerintem... only one who will listen. Vagy mi van? I'm not sure if it's funny. Szóval a tükörhöz beszél saját magához. Probably both. Pillanat, ötlet. Ugye ott olvastunk olyanról, hogy skizofrénia, tehát lehet, hogy a nő az lenne, és akkor a tükörbe beszél magához. A tükörbe más lát. Hát nem tudom. Még azért sok a puzzle elem, amit össze lehetne rakni. Itt mi van ebbe a kis szobába? Ez mi akar lenni? Tudom. Mindegy, ezt akkor hagyjuk így.
ki. Jó, szavasz. Ott maradsz. Utás. Bezártuk, bezártuk, jó. Ez se ilyen volt. Telefon. Mégis hol? Találjuk meg a telefont. Kapcsoljunk elő. Mondjuk amúgy is van fény. Merje. Na, na nem, 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 ez így. Nem, 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 ez nem szimpatikus. Most olvasni kéne. Ez most nem, 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 ez most nem érdekes, rácok, ne haragudjatok. Félek attól, hogy itt be fog jönni ott valami. Hogyha nem sietünk. Hol ez a kurva telefon? Hallod? Mit? Itt nyissunk. Valószínűleg pont egy fiókban lesz a telefon. Á, kizárt. Szerintem gyorsan kéne itt intézni a dolgokat. Sincs. Itt nyitunk egy ilyet, vagy kapcsolunk. Hol a telefon? Várjál, itt van valami. Ez az. Nem jön semmi, ugye? Nézzük a telefont. Ne, mi volt, mi volt? Tárcsázzunk. Mit tudom én? 9-11. Itt nincsen semmi olyan, ami segíthet. Nincs, ez egy könyv, ez oké. Okay. Ja, jazz meg ott van. 363, oké, okay, köszi. Próbáljuk akkor beütni ezt a 363-at. Azt mondja, hogy 3-as. Jön a 6-os. És a végén még egy 3-as. Valami történik. Hoppá! Ez egy kicsit más mo... Aha! Eltűnt a telefon. Nyílt az ajtó. Nagyon jó. Oké. Okay. Megvagyunk. Legalábbis ezzel. Én futok. Bízom a véletlenre. Megint egy telefon. Azt a de jó! Tiszta Harry Potter. És mit kéne? Ezeken kell mászni. Ne! Jó, ez ugyanaz. Az pozitív. Akkor itt nézzük meg. Vagy másképp ezt. Mit kéne esetleg itt másképp csinálni? Azt mondja, hogy csak leesni tudunk. Marha jól néz ki. Az a zongora az erre feletett, hogyha mondjuk így lennénk. Azon az oldalon, ugye jobb oldalt, akkor lenne az az alja az egész szobának. Mindegy, próbáljunk itt, talán a peremet. Na, megfogod a peremet? Igen, akkor ez eddig jó. Mi tovább ne essünk, akkor menjünk itt a peremnél. Megint csöng a telefon. Jó, talán jók vagyunk, nézzük. Itt is. Mit sikerült megígérni? És megint tárcsázni kell, hogyha minden igaz. Hújjújjújjújj. Csik szét itt minden. Most kéne. Aztán a 363 az most nem lesz jó. Sőt, biztos. Tuti fix, hogy a 363 most nem jó. Hát most jó kérdés. Nézzük. Á, itt van valami.
Mi ez? 853. Na, az lesz a jó. Azt mondja, hogy 8, 5 és a 3-as. Szuper! Még egy. Jaj, most nagyon 853. Jó, azt tudjuk. De mi? Így már jobb. Igen. Jó, át tudunk menni. Vagy nem. Akkor csak megint itt óvatosan. Azt a defura... Ez nagyon ötletes ez a terület. Vegyük. Jó, legalább nem kell kitaláljuk a számkombinációt. Majd ez. Ez így kevéske. Nem, ez nem tetszik. Nem lehet itt valamit valahol nyitni. Ezt ugye vissza. Mondjuk zárjuk vissza, és hát ha más lesz ott. Nem. Szeretném megúszni, de nem. Mi is így fogunk pont leesni, ez a bajom. Mit kéne látni? Ott van ez a szoba. Hoppá! 354. Ja, hogy... Ja, most már nem ez van itt, de... de hogy azért nézett erre? Ja, értem. Jó. És az a 354, ez is mégis hová kell? Megjavult a telefon? És tényleg? Jó. Oké, akkor 354. Furcsa ez a rész, nagyon. Ez meg még furcsább. Ilyeneken megyünk. Né, hát de... Jó, menjünk. Eddig. Szuper, és most megint ciki van. Akkor vissza. Le fogunk esni. Nem tudok már hova menjek. Leesünk, ez már cink. Remélem nem kell újra csinálni. Nem, ez most már, ez most hót más. Vagy nem biztos, mert ez ugyanaz a szoba. Viszont az ott most ki van égve. Várjál. Az lehet, hogy mégiscsak jó. Nincsen a teló. Ja, hogy most itt van. Jó. Vegyük. Hát ez kész. És ez mi? Nem már. Ez az ötödik darab. Chopped it off. Easier than sawing a leg. Washed it. Dried it in an oven. Ú, de hülyék vagyunk, hallod. Burned it. Will I manage to pull this off? Kezdem azt hinni, hogy a nőnek igaza van. Nem vagyunk komplettek. Szuper, megvan az ötödik darab. És gyanítható, hogyha itt nyitunk, akkor... Mi ez? Ez visszafelé. Aha, hiba. Oké. Okay. Szóval, itt egy vissza... Igen, akkor visszajukadunk ide. Megint egy kicsit másképp néz ki ez a szoba, és... Járja be folyamatosan a házat ez a furcsaság. Na nézzük akkor. Igen, ez egy portré lesz, ez már biztos. Nagyon-nagyon alakul, aha.
És akkor valószínűleg ott a hatodik darabka fogja itt ezt a részt kiegészíteni, meg ott ad egy picit még az arcot. És akkor itt írja a hibát, aha. Jó, most srácok, ennyi lett volna akkor ez a részünk. Innen fogjuk szépen majd folytatni. Hogyha tetszett ez, akkor nagyon szépen megköszönjük, hogyha belájkoljátok, hogyha nem tettétek volna meg, akkor iratkozzatok fel a csatornánkra. És minden bizonnyal ugye a hatodik darabkát fogjuk megtalálni a következő részben. Gyanúsan akkor le is zárjuk a Liaison Fear-t, így tippre. Kiderül. Na de addig is, szevasztok!